Az Óbecsei Vadász Egyesület a múlt hétvégén megkezdte jeles évfordulója 120 éves fennállása ünnepség sorozatát. Az Óbecsei Vadászházban rendezték meg az első rendezvényt, és az igen rossz időjárási körülmények miatt valamivel kevesebb versenyző vett részt az őszgulyás főzésén. Ezek azonban nem szokatlan körülmények a vadászok számára, ezért a jó kedvet és a hangulatot az eső sem rontotta el. 2019-ben tartottuk meg az utolsó vadásznapokat, azóta tehát már 5 éve nem lett megszervezve. Mivel idén 120 éves fennállását ünnepli ez az egyesület, ezért úgy döntöttünk, hogy újra megtartjuk. Volt mintegy 20 jelentkező csapat, de az eső és a hideg idő miatt most egy kicsit kevesebb polgártársunk jött el, és voltak csapatok is, akik lemondták a versenyben való részvételt. A többség azonban nem adta fel. Itt vannak, főznek, és örülünk annak, hogy újra elindítottuk ezt a rendezvényt, és hogy minden rendben zajlik. A jubileum keretében 2 üstben főtt az őszgulyás, amit eladásra készítettek a szervezők, és az is mutatja, mekkora volt az érdeklődés, hogy alig egy óra alatt 230 adag fogyott el. A Vadász Egyesület a fennállásának 120. évfordulóját alkalmi programmal kívánja megünnepelni. Az együttműködés jegyében más városok kapcsolódó egyesületeivel, mint például a Szépligeti és a Szőregi Vadász Egyesületek, amelyekkel több mint 3 évtizede ápolják barátságukat. Minden szomszédunkkal jó együttműködésünk van, így a péterévei, a bácsföldvári, a törökbecsei, a szenttamási egyesületekkel, tehát a környék egyesületeivel, ami pedig a vadászterületünket illeti. Ez az egyik jelentősebb szerbiai vadászterülethez sorolható. Nem azt mondom, hogy a leggazdagabb őzállománnyal rendelkezünk, de a gazdagabbak közé tartozunk ebből a szempontból. Törekszünk arra, hogy ezt meg is őrizzük, és az ezzel járó szokásokat és hagyományokat is. És hogy ez mennyire sikerül, azt talán másnak kellene felbecsülni, mert nem csupán rajtunk múlik. Jövőre választási év lesz, és akkor választják meg az új vezetőséget. Amint egy 130 tagot számláló egyesület célja, hogy minél több fiatalt vonzon be annak érdekében, hogy elsősorban a természet iránti szeretetet közvetítse feléjük, hogy más szemszögből lássák azt, és együtt tápolják a barátságokat és a közösséget az óbecsei vadászterületeken. Az ünnepség sorozat keretében lesz majd egy ünnepi akadémia is, amelyen kiosztjuk a kitüntetéseket, melyeket a Szerbiai és a Vajdasági Vadászszövetség ad ki minden 5 és 10 évben. Ezt az ünnepies akadémiát a községi képviselőtestület épületében tartjuk. Lesz továbbá egy kiállítás a Városi Múzeumban, az elmúlt 20 év vadászata Óbecsén témával. A Szerbiai Vadászszövetség 100 éves múltra tekint vissza, az Óbecsei Egyesület pedig 120 éve fennáll. Ez tehát egy olyan szervezet, amely megszakítás nélkül mindig működött, és még az első és a második világháború ideje alatt is megmaradt. Ezen kívül lesz egy ünnepélyes vadászbál, amelynek pontos dátumáról majd tájékoztatjuk a nyilvánosságot, és amelyen ismét vadas különlegességek is lesznek, valamint jó társaság, zene és minden, ami ezzel jár.